Même les marins meurent noyés. 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 A Rádai utcában található Art 9 galériában jártunk, ahol nemrégen két kiállítás is nyílt, mindkettő május 20-áig látogatható. Az egyik a Pirán tenger trilógia, a másik pedig a Korszaktársak válogatás a Bolt fotogaléria gyűjteményeiből. A kiállítás a Budapest Fotófesztivál 2022 hivatalos programjának is a része. A Korszaktársak válogatás a Bolt fotogaléria gyűjteményeiből Hangyál Judit Detvai Jenő gyűjteménye. 1995-től működött a Magán fotogaléria, amely közel 100 kiállítást rendezett az évek során, mára sajnos már bezárt. Gyakorlatilag a 80-as, 90-es évek fotóművészek krémjének jobbára még analóg eljárással készült anyaga látható most a galériában. Ami azért is kuriózumnak számít, mert először találkozhat a közönség így a gyűjteménnyel. Ez a Detvai és Hangyál gyűjtemény, Detvai Jenő fotoművésznek a gyűjteménye, és a Hangyál Judit a felesége. Ő kezdték el a 90-es években gyűjteni ezt az anyagot. Ő párhuzamosan élt Párizsban és Budapesten, tehát nagyon sok művésszel összeismerkedett, és ez így, van egy tudatosság és egy spontanitás ebben az egész gyűjteményben. Tehát barátok lettek művészekkel, tehát úgy kapott is, meg cseréltek, és vett is, vásárolt is műveket, tehát így alakult is, így építkezett ez az anyagnak a mennyisége. Ez egy kivonatlan az egész nagy kiállítás, a több száz képről van szó. Tehát nem csak fotográfiák, hanem vegyes technikák, képzőművészet és a fotoművészet találkozását látjuk. Ezeken archaikus technika és a nagyon modern is találkozik, tehát itt bármi lehet. Az lényeg, hogy kísérletezés és nem egy hagyományos fotográfiai látásmód. A galéria másik termében a Pirán tenger trilógia című kiállítás látható, Nagy Zopán, Reichert Eszter és Sziporka Vandál képzőművészek kiállítása, analóg fotográfiai kísérletek. A csoportos kiállítás május 20-áig lesz látható az Art 9 galériában. Én visszajárok a szlovén tengerparthoz Piránba, a 9. éve lesz, és csatlakoztak hozzánk az Eszter, Reichert Eszter és Sziporka Vandál, így ezért trilógia egy ilyen hármas szemléletű, neki a saját látásmódját adta hozzá. Itt a fő vonulat, hogy analóg kísérletek, fotográfiai kísérletek, mégpedig tényleg ilyen roncsolt filmek lejárt, 94-ben, meg 84-ben, 91-ben lejárt filmekre, pajtásgéppel, Zeiss-ikonnal, Skolnyik típus, tehát olyan gépek, amik még 100 évesek, meg legalább 80 éves gépek, és az, nekem az a már 20 éves, hát több mint 20 éves csinálom, hogy rétegeket szeretek fotózni, tehát hogy egy kockára több expozíció, 2-3, és ezekből jönnek ilyen álomképek, vagy nagyon sok selejtet gyárt az ember évek alatt, viszont nagyon sok csoda is előhívódik, tehát látványos módon, tehát az a meglepetés, hogy nem tudod, hogy mi lesz ebből. És aztán amelyik mondjuk, és ugye egy 6x6-os formátum, egy 6x9-es formátum, egyikkel 12 képet csinálsz, másikkal 8 darabot, tehát meggondolod, hogy mit lősz el, és van olyan, hogy csinálok egy tengerről, vagy egy szeméről, egy házról, utána meg lehet, hogy 3 hónap múlva fotózok rá egy felhőt, tehát egy bármi, és ezek a rétegek adnak egy ilyen nagyon varázslatos képet. A csoportos kiállítás megnyitóján levetítésre került egy performance videó a tengerparti nudista strandon, egy víz alatti felolvasás adaptációja szürreális jelenetekkel kísérve, melyet Sziporka Vandál képzőművész, performance művész készített el. A képzőművész, performance művésznek grafikai munkái is láthatóak a kiállításon. Volt egy dokumentális anyag, amiből válogatták ezt az itt látható képeket,
Én ebből nem fotózok, amikor így elmegyek nyaralni, tehát kázi kikapcsolódni, mert az az elképzelésem, hogy ha én egy kütyün keresztül nézek egy valóságot, akkor én ott nem vagyok. Úgyhogy azért nem fotóztam, és amikor hazaértem, akkor az volt a kihívás számomra, hogy mindenféle dokumentációs anyag hiány hogyan tudok rekonstruálni egy személyes látásmóddal egy nyaralást vagy egy élményt. És próbáltam olyan élménypontokat összeszedni, hogy mit jelentett nekem ez az ott lét és az ő baráti társaságuk és a környezet. És 3-4 hibuszó jött így elő, a só, a víz és a napfény, és e köré alakítottam ki egy grafikai sorozatot. A víz és a sónak találtam egy olyan oldódási diagramját, ami nekem így vizuálisan nagyon tetszett, az mint koncepció szerepel is ott a posztamensem. És ez itt? Aha. Ez, igen. És én tulajdonképpen ezt az egy grafikát használtam föl az összes többi képnél. Tehát, hogy ezek vannak egymásra téve nagyon sok rétegbe, 20-30 rétegbe, különböző térbeli elforgatásokkal, horizontális, vertikális elforgatásokkal, és ez ad egyfajta térhatást. Tehát, hogy ezek nem 3D technikával készültek, hanem sima kétdimenziós eljárással. Maguk nagyon finom rétegek jöttek ki a grafikon adta lehetőségeknél, a XY tengelynek a kereszteződései, és maga ez a sorozat nem csak ennyiből áll, amit ez egy válogatás vagy merítés ebből az anyagból, ez 200-300 kép között van. Mindegyik képben van rejtve az öt világvallásból valamilyen jelkép, ami már így nem is fedezhető fel sok esetben a rétegződések miatt. Arra voltam kíváncsi, hogy az emberek akkor megnézik, akár itt a falon kiállításban, hogy éreznek-e valami szakralitás benne, tehát akár itt tudat alatt ez valamilyen módon működik, és több ember jelezte, hogy olyan mérnöki, meg olyan vonalak, meg olyan műszaki, de mégis olyan, mint egy ilyen ikonszerű valami. Tehát, hogy nem tudták konkrétan megfogalmazni, hogy mi, de hogy volt utalása arra, hogy itt van valami olyan transzcendens dolog, amit ők valamilyen módon éreznek. Ez úgy megerősített sok tézisembe, ami úgy gondolok, hogy igaz. Mindkét kiállítás látogatható az Art 9 galériában május 20-áig, 2-től péntekig, délután 2 és este 6 óra között. Même les marins meurent noyés.